Menjél már! Köszönöm szépen! Menő gyerek 2000! Köszi szépen a giftet! Nézzük, mi ez? Ah, de jól néz ki ez a csákány! Nagyon szépen köszönöm a támogatást! Nem rossz, nem rossz. Jól néz ki. Köszi, köszi. Ha ingyenesen is támogatnál, akkor használd a Dearus kódot. Köszi. Na jó, srácok, illetve lányok, szavaztok itt Arus, és nézzük egy újabb kihívást, ami nem más lesz, mint nem is tudom, is, hogy fogalmazom még meg a címét, csak az ellenfél lootját használtam. Tehát ha megölök valaki, akkor azt a lootot kell fővennem, ami nála van. Először nyilván vehetek fő lootot, máskülönben nem tudnék megölni senkit. Max csákányad, az nagyon nehéz lenne. Szóval fővettek valamennyi lootot, mondjuk egy láda, két láda, egy pár fegyvert még az elején, ugye, és ha megölök valakit, azt a lootot kell használnom. Szerintem rettek nehéz lesz, és... Persze. Aha. Le se értem. Jó. Akkor még keresek itt legalább egy chestet. Ne csak pisztoly legyen nálam. Aztán majd utána meglátjuk, ki lesz. Nagyon sokan vannak amúgy. Lehet, hogy nem volt jó ötlet ez a hely. Az itt a mini lesz benne, mindig így szoktam járni. Gyorsan. Kell a chest. Egy chest. Jó, akkor csere van, nem tudtunk fölvenni mást. Akkor minden állunk lehet kivéve a pisztoly, ugye? Az milyen lootja van? Jó, akkor egyből egy ilyen lootom van, ez nem rossz. Annyi, hogy healt föl lehet venni. Bármilyen medkitet, bandage-et, shield-et, slurp-öt, akármi, szörpöt, minden. Ja, és a fámról kivehetek fegyvert mondjuk, de akkor az ugyanúgy egy látának számít, és a másik, ami a bónusz, egy pici segítség nekem, mert hát nem vagyok egy profi játékos, tudjátok srácok, az nem más, mint a supply drop, abból mindent kivehetek, szóval ha valakkora már, akkor majd találok egy supply dropot, mielőtt meghalok, vagy bármi, akkor nyugodtan cseréljetek a cuccokat. Jó, megvan, akkor most csere következik, ugye? Kuka, kuka, kuka és kuka. Ja, rotate itemet se hozhatok el, ami nem az enyém, ugye ez is kuka. Jó, oké. Okay. Megmondom, hát nézzük én a következőt. Ja, és ha nem lesz lehetőségem cserélni, arról meg nem tehetek. Tehát egy olyan szituáció jönnek, hogy a víz közepén vagyok, 500 km-re lesznájpolok valaki, és már annyira jön a kör, és mondjuk az utolsó kör, és nem tudok el, akkor nyilván fogunk megölni. Vagy megölni, bocsánat, cserélni a cuccokat. Azzal nem tudok mit kezdeni, úgyhogy ezeket így nézzétek, ezeket az apróbb dolgokat, de azon kívül megpróbálom kb. Mindig cserélni, oké? Okay? Tehát ne legyetek olyan szigorúak, megpróbálom betartani, hogy lehet, nem kell véresen komolyan venni azért. Hopp! Figyeld már. Csere lesz. Éreztem, hogy csere lesz. Mi a szar? De szar fegyverét. Várjál. A banánt elhozhatnám, de igazából... Várjál. Ez így volt? Két AR? Ez nagyon szar biznisz volt. Na nézzük, mi lesz benne. Annyira jó, hogy most azért simán randomra is lehet ilyen dropot találni. Na jó, nézzük a dropot, mi volt benne. Gyerünk. Most nem mondod, hogy egy ugyanilyen AR, és cseréljem le? Ennyi? Most annyira nem szürke, vagy zöld, hanem lila és zöld, ez az. Ott egy ellen. Boom. Mi ez a gránát? Engedj! Erre jön egy másik, persze. Hát az első kör szerintem annyira nem volt vészes, most időgulunk a fánkhoz, és megnézzük, hogy nem a fánkhoz, és megnézzük, hogy mi van rajta. Elvileg két lila cucc, úgyhogy... Oké, jó. Hát... Ez a shotgun szerintem nagyon-nagyon rajta, én ezt nem szeretem, ezért nem is lehet lőni kb. Ez gagyi. Viszont ott van egy jó AR-ünk, úgyhogy ez nem rossz. Oké, gyerek kapta. Megy egy harc amúgy egymás... jó. Próbálom lelőni. Valamelyiket legalább. Kapta! Engedj át, nincs fegyverem, csak ez... De mi ez a shotgun? Ezzel lehet egyet ölni ez a shotgunnal? Sikerült? Jézus, nem tudok cserélni fegyvert! De ez... Öcsém! Letáncol! Hát ez van, ha valaki toxic módon letáncol a papírba, itt az instant karma is meghalt. Nekem kéne egy fegyver, de mindjárt meghalok. Az előző kör az elég ratyi volt, mert hogy pont megölte a gyereket, és hát esélyem se volt fölvenni a dropot, ugye? Mert már rámugrott a másik, ugye? Mondtam, hogy ilyen...
Jó van, engedd már azt a csövet! Hát elkapja baszki, hogy tölteni a gázt. Szóval, hol tartottam? Majdnem megint meghaltam, csak azért, mert beszélek hozzátok. Látjátok? Nem tudtam mit kezdeni, és már nem tudtam volna a lootot lecserélni. Tehát ilyen esetben nem tudok lootot cserélni. De amúgy is 30 HP-ot ez a shotgun-a, semmit nem értem el. Itt még vannak. Ott sok cucc van, át kéne mennem, át kéne mennem, át kéne mennem. Minden is, mit kell lerakni? Ezt, és ezt a rajti shotgun. Hát, nem rossz, nem rossz. De itt tuti volt valaki, hisz ez a valaki, akit megöltem, lőtte. Már itt hallok valakit. Alattam? Ahó. A kocsiba bement esetleg a kamionba? Nagyon, aha, nagyon kus. Figyeld! Ez a... Jó, hát akkor jövünk oda a szerencsésebb helyre, ami az első körben azért nem volt egy olyan rossz. Hát az ilyen körülmények között meghalni ez a fegyver, annyira OP ez a... Eszembe nem jut most ez a trutymó lövő. Öcsém, de komolyan... Megölöm a gyereket, és akkor belehalok abba a dodba, érted? Ami így... Lekvárba, baszki, lekvárba! Na jó, ennyi cucc már elég lesz. Nem kell kerék. Gyere ide! Mi volt nálad? Most komolyan? Ez volt nálad? Ennyi? Jó, a Chrome-ot csak főszedte autolútba, de majd kidobom, srácok, szóval ne aggódjatok. Úgyis kidobtam mindent, és hát megvan ez a gyerek is. Úgyhogy majd kidobom ezt a Chrome-ot, nem kell félni. És ismét megjött a supply drop-om. Exkluzív, csak Ereusnak. Figyeld a Fincsi. Itt lesz valahol, hát... Aha. És nem halt meg. Lol, még majdnem elfutott. Menjél már. Azért nem rossz, figyeld már. Abban a pillanatban. Jó, hát többször is majdnem meghaltam ebbe a körbe, de aztán csak sikerült teljesen beérnem. Én meg is próbáljuk ezt az endgame-et játszani. Jelenleg megmaradt a 3 kill. Az meg lehet, hogy egy bot. Szerintem... Várját, ennek így mi értelme van? De most komolyan. Hát most jövök rá. Nézzek, hogy a jobb lootot szarabra cserélem. Nem tudom, hogy ez a player volt, vagy NPC, de akkor ennyire hagyhatnám, hogy éljen, hisz akkor nára marad a jelenlegi loot. Tehát, hogyha van egy jó lootom, akkor felesleges ölni, mert csak rosszabb lesz. Ez mi? Lecserélt azt az előző lootot erre. ETF. Ne az a trutty most, ne azt a trutty most, létsz, ne azt a... Hát jó, egy darab AR. Jézus! De megjesztettél, basszus. Hát ennél nem volt semmi, most dobjam ki a fegyvert? Hát nyilván nem. Fegyver csak fegyverre cserélünk. Ezzel mit csinálják? Mi az? Jézus! Gyere ide! Ne! Megöl! Nincs újra töltve a fegyveret! Két töltégyen maradt? Ugyanezt? Ja nem, azt hittem ugyanilyen. 25. Ez az, egy kéket lecserélte egy szürkére, és egy, van egy iron. És ezzel mit csinálják? Jön a droppom, mennyi már? Exkluzív. Istenem. Kramák. Na jó. Lesz még egy iron. Meg akkor lesz még egy fegyverem, az a biztos, hogy kettő. Ott egy player, figyeld már. Csak iron van, ami nem jó. Óposa. Léci, kösz, ez az, meghalt. Jó, akkor cseréljük le, meg mondjuk vegyük föl őt, és akkor vegyük, mű, de hát most jött,
Ez mekkora egy köcsökség? Várjál meg kicsit, hadd menjek el, Inkább elfutok. És akkor békehajt. Persze, Isten. Hova máshova ugranék, mint ide, ma? Ez talán ez a legjobb kezdés. Azon gondolkozom, hogy valószínűleg most már meghagyok egy lootot. Tehát nem a killekre fogok menni ebbe a körbe, hanem legyen egy-két kill, vagy tök nyolc, és... Na jó, a loot megmarad. Hát igen, mire leugrott a gyerek, nem volt sem. Azért itt még vannak, azért nem lenne rossz valakit úgy megölni, hogy van nála több, mint egy fe... Tényleg? Hallod? Gyere már innen. Tényleg több, mint egy fegy... Mondjuk ez a gyerek. Ez véletlen volt ez a shotgun, nem fogom vele bántani, és... Autopikát. Aj, mi volt? Ez mi? Box! Ki boxolt? Basszus kulcs. Jó, meg a krómokat is elhozhattam, mert mind nála volt. Köszik. Várom! Aludtamat. Minden körbe most már majdnem. Na jó. Azt a mindenit. Ez nem is olyan rossz. Vagy várjál. Nem ide, hanem ez a ballomból el lehet ugrani. Vajon... Vajon high ground-on meg tudok állni a tetején? Itt meg lehet állni? Itt fogok akkor kempelni egy picit. Nézni, hogy ki hol van. Nagyon király! És hát... Asztal! Itt van, meg azon a kis részen, de ott a ház, és itt nincs semmi. Tehát az egyetlen egy isten pozíció az a ház. És ott tuti vannak, direkt lövök egy kicsit, hogy hát ha valaki észrevesz, vagy észreveszi. Az, aki birtokolja, az nagy császár. Szóval megjátszom, hogy leugrok a házra. Ott volt a boxba a gyerek, és a mákon van, nem lő agyon. De ha mivel már nincs itt a boxba, lehet, hogy benn van a házba alul. Ott megy át, látod? Átúszik. Érdekes, miért döntötte ezt? Ez az egyik legjobb hely, az egész körbe most. És a kis sziget, ugye? Ami előbb is már adott volt, és pont a gyereknek volt jó pozia. Hát mennem kell, de egyelőre itt nem látok senkit. Mögöttem sem. Az elvisz addig? Nem! Hol lehet a másik? Gyerünk! Meghalt? 1v1, de nem tudok cserélni, mert annyira messze van. Jön a gyerek! Na mi van? Yes! Ez az, gyerekek, megvan! Fuck yes! Sikerült a kihívás! Ez az! Azért nem volt olyan egyszerű. Srácok, illetve álljok egyrészt a videó, ha tetszett, akkor ne felejtsd a lájkot és iratkozz föl, oszd meg, ahol teheted. Én Erlusz voltam, legközelebb találkozunk. Szevasztok!